Augusztus 3-án városunkba látogatott Szilvia Hroncová kulturális miniszter, aki többek közt a kisebbségi kultúrában tevékenykedő szervezetek vezetőivel is találkozott, hogy egyeztessen velük a kisebbségi kulturális támogatásokról, a Kultminor kisebbségi kulturális alap működéséről, mivel a témában zajlanak a törvénymódosítás előkészületei. Az eszmecsere kezdeményezője Keszeg Béla polgármester volt. Komárom város szempontjából ez azért fontos, mert a magyar kisebbségi támogatás esetében Komáromban jelentős azon intézmények száma, akik ebből a támogatásból különböző programokat szerveznek. Itt milliós nagyságrendekről beszélünk. Olyan megoldást kerestünk, ami kiszámítható és biztonságosá teszi a jövőben a szervezést. Azt szeretnénk, hogy folyamatosan legyenek ezek a kulturális programok, a szervezők, intézmények és más olyanok, akik ezen a téren tevékenykednek, biztonságos környezetbe tudjanak tervezni a jövőt illetően, és hogy az a gazdag kulturális program, amit most jelenleg azt gondolom, hogy láthatunk Komáromban, fesztiválok és sok minden más, folytatódhasson és gyarapodni tudjon. A kisebbségi kultúrára szánt forrásokra nagyon nehéz pályázni. Az eredmények és a megítélt támogatások sokat késnek. Sürgősen változnia kell a rendszernek. Nem normális dolog az, hogy megvan a rendezvény, amelyet a Kultminornál megpályázik valamelyik szervezet, és a döntés azt követően születik meg, amikor már megtörtént az esemény, lezajlott. És nem is beszélek arról, hogy a pénznek a jóváhagyása és a pénznek a kifizetése jóval később, valószínűleg az év végén kerül sor. Törvénymódosítás mellett szükséges a mostani hozzáállásnak a nagyon gyors megváltoztatása. Olyan helyzetben vagyunk, amin keresztül tulajdonképpen a Kultminor nem teljesíti azt a feladatot, amivel 2017-ben létrejött. Rámutattunk arra, hogy vagy egy belső hiba, tehát a menedzsment hibái azok, amelyek tulajdonképpen késleltetik az anyagi támogatások kifizetését, de rámutattunk viszont arra is, hogy vannak olyan hibája is a törvénynek, amely törvénymódosítást igényel. Szilvia Hroncová miniszterasszony felfigyelt a gondokra. Keresi a helyzet ideális megoldását. Vnímám, že magyarská menšina, nielen magyarská menšina. Érzékelem, hogy a magyar kisebbség és emellett más kisebbségek is kérik, hogy a Kultminor jobban működjön, gyorsabban menedzseljék a projekteket, amelyek támogatásban részesülnek. Egy olyan kérés is felmerült, hogy amennyiben módosítják a törvényt, akkor legyen arra is lehetőség, hogy hosszú távon akár több éves programokra is lehessen pályázni. Potrebu témy viacročných grantov. A Kulturális Minisztérium munkatársai augusztus 25-ig várják az érintettek javaslatait. A törvénymódosításról majd az előrehozott választások után megalakuló kormány és parlament dönt majd.